A pirosmezes körment két szoros vereség után érkezett Fehérvárra, és az első negyed nagy részében vezetett, bár 5 pontnál nagyobbra nem nőtt a különbség. Az Albában Barnett aktivizálta magát, kintről és közelebbről is eredményes volt, de még a 16. percben is döntetlen állt az eredményjelző táblán. Ekkor viszont megrázta magát a veretlen Fehérvár, és a félidő végén egy 12-1-es rohammal sikerült elhúzni, amiben persze kulcs szerep jutott a szezonban eddig legjobb formájában tündöklő Vojvoda Dávidnak. Fordulás után viszont jobban kezdett a körvend, és miközben az Alba 6 percen át csak 7 pontra volt képes, felzárkóztak a vendégek, akiknél Durázi élt meg jól a palánk alatt. Szerencsére ekkor mutatkozott meg, hogy a fehérváriaknál ebben az idényben sok játékosra lehet számítani, mert miközben Diki szokás szerint szedte a lepattanókat, Fillmore, Chambers, Barnett és Vojvoda is kosarakat szerzett, így a harmadik negyedre visszaállt a 12 pontos különbség. A negyedikben pedig remek védekezésével elfojtotta a vendégpróbálkozásokat az Alba, és fokozatosan felülrölte ellenfelét. Most a körben nem tudott betalálni, a negyed második felére már eldőlt, hogy folytatódik a fehérvári veretlenségi sorozat. A végén Kass Balázs triplái még külön ovációra adtak okot, a meccset pedig 92-67-re nyerte az arkonik Alba Fehérvár, amely 6 mérkőzés után is veretlenül vezeti a bajnokságot. Úgy érzem, a nagyon jól ment a csapatnak. Tudtuk, hogy egy kemény fizikális meccs lesz, hiszen a körmend egy jó csapat. Megbeszéltük, hogy ha jól védekezünk, odafigyelünk a lepattanókra, akkor abból előnyt tudunk kovácsolni, és nem lesz kérdés a győzelem. Boldog vagyok, mert jól ment a játék, és nyert a csapat. A héten folytatódik a nemzetközi kaland is, a Sportingot fogadja szerdán az Alba, szombaton pedig Pécsen vár újabb bajnoki a fehérváriakra.